Közel 10 éve foglalkozik műkörmözéssel, számos továbbképzésen vett részt, hogy naprakész tudjon lenni a szakmában. Több külön díjjel gazdagodott az OKJ után, és úgy gondolta, megpróbálkozik a versenyzéssel. 2018-ban a Magyar Nemzeti Műkörön Bajnokságon a kezdő kategóriában egy arany és egy ezüstérem mert ért haza. 2018-ban saját referenciaszalont nyitott, ahol már a manikűrön kívül pedikűr is helyet kapott. Jelenleg is azon dolgozik, hogy a szolgáltatásait a legmagasabb szinten tudjon nyújtani, és a versenyzésben is kiemelkedően teljesít. Dóri, beszéljünk egy kicsit az előzményekről. Mikor csöppentél te bele ebbe a műkörön készítésbe? 2014 volt az első, amikor ecsetet fogtam. Itt akkor még csak hobbinak indult. Aztán 2016-ban lett meg az OK-im, és azóta aktívan benne vagyok ebbe a szakmába. Igazából Budaörsön kezdtem alkalmazottként, és utána 18-ban jöttem ide Bicskére, és akkor nyitottam meg a kis saját kis üzletemet. Neked építész a végzettséged, de most körmöket építesz. Igen. Hát azt mondták, hogy vagy építész legyek, vagy pszichológus, és igazából próbálom mind a kettőt alkalmazni. Nyilván ugye a szolgáltató szakmához ugye hozzátartozik ez is. Igen, tehát hogy mind a kettő lettem gyakorlatilag. Most már ugye azért te jó pár megmérettetésen is túl vagy, mert azért nem egy egyszerű szalomban vagyunk most itt, meg egy átlag műköröm készítővel beszélgetünk. Te most már jó pár bajnokságon is megmérettetted magadat. Igen, 2018-ban volt az első versenyem, amikor elmentem és kezdő kategóriában indultam géllak és műkörömépítő bajnokságon. Ott egy első és egy második helyzetet hoztam el. A géllak kategóriában lettem első, a műkörömépítésnél lettem második. Na most én, mint férfi, hadd kérdezzem meg, egy kicsit beszéljünk erről részletesen. Tehát mit építettél akkor ott konkrétan, hogy ezt díjazták? Ott egy sima francia körmöt kellett építenem, illetve géllaknál ugye a standard piros és francia körmöt kellett megcsinálni. És ebben ugye ott akkor a kezdőben ugye a géllaknál első helyzetet, az építésben viszont második helyzetet hoztam el. És mi alapján ment ott a pontozás, vagy az eredmény elbírálás? Mert valaki technika. Másképp húzza az ecsetet? Így van, tehát hogy technika gyakorlatilag, hogy hogyan reszeled meg, hogy ott minden rendben van-e, hogy a mosolyvonal tényleg mosolyvonal, és ugye nem ilyen kis hullámos akármicsoda. Ugye itt egy bankkártya vastagságnak kell lennie magának ugye a műkörömnek, tehát hogy ezek azok a dolgok, amire ugye oda kell figyelni, hát erről nagyon sok mindent lehetne mondani. És akkor utána volt még egy megmérettetés. Így van, ott viszont már haladó kategóriában indultam, ott géllak kategóriát választottam, és ott viszont első helyzetet hoztam el. És akkor most nem mondhatok még túl sok mindent, de világbajnokságon indultam el. Itt már a profi kategória, hát nem mondom, hogy nem volt izzasztó, de reméljük, hogy jó lesz az eredmény. Ezt áprilisban megtudjuk, és ott majd ott fogok részletesen posztolni ezekről a dolgokról. Dori, amikor valaki elé nyújtja a kezét, hiszen ez zajlik itt nálatok, mik azok az elsődleges vonások, amit te meg tudsz állapítani egy körömből? Hát sok mindent igazából le lehet térképezni, tehát akár betegségeket is megmutat a köröm. Meg hát magát az élethelyzetet, ugye, hogy itt most beszélhetünk akár egy rágott körömről, hogyha esetleg valakinek stresszes az élete. Minden. Vagy van, aki műkörömmel takar. Hát igen. Igen. Meséljünk egy kicsit a divatról. Most lassan már tavasz, megyünk kifelé a térből. Mik azok a színek, mik azok a formák, amelyeket előnyben részesítenek most? Most nagyon ez a naturvonal megy. Én úgy látom, hogy előnyben részesítik inkább azokat, amik inkább ezek a, hát a természetességre hajaznak. Az évszíne inkább ilyen magenta szín lett. Nem tudom most így maximum megmutatni, hogy nagyjából ez az a szín, ami most... Itt mögötted két azonos szín nincs? Hát van, de csak azért, mert ugye az egyik fogyóban van.
durván olyan 500 színnel dolgozom, sokszor ez sem elég. Úgyhogy igyekszem mindig a trendet, a trendszíneket, illetve hát, az igényeket kielégíteni ebből a szempontból.